Figyelj, nem ülnél, vagy nem ülnétek egyel arrébb, hogy akkor... Ja, oda még jön? Ja? Ja, jó, bocsánat. Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntünk mindenkit az Exhibis Könyvtár könyvtárában, illetve a Magyar Írószövetség könyvtárában. Szerintem itt nagyon sokan tudják, hogy két könyvtár egy térben működik. És azért csak ilyen szűkösen, hogy csak szerda, és csak délután, és csak blabla, mert az Írószövetségnek ennyi forint állami támogatás jut a könyvtárnak, könyvbeszerzésre, rendezvényre, bármire, ebből kicsit nehéz gazdálkodni. Az Exhibis könyvtári alapítványnak van valamennyi állami támogatása, de ez sem egy nagy összeg, ezt nem írom le, hogy mennyi, de higgyék el, hogy alig jön ki belőle a nagyon pici bérük és járulékai, a könyvbeszerzés és az esetleges járulékos költségek, de nagyon igyekszünk és nagyon lelkesek vagyunk, és amíg innen teljesen el nem kell mennünk, amit nem tudjuk, hogy el kell mennünk, az épület felújításra fog kerülni, és nem tudjuk a további terveket, illetve tudunk több tervet is, de szerintem egyik se publikus, mert hétről hétre, hónapról hónapra, fél évről fél évre változik, tehát ez majd egyszer csak kialakul. De amíg vagyunk szerdán, lehet jönni könyvet is kölcsönözni, illetve rendezvényeket tartani. Könyvemutatókat itt látom, több szerző is van, tehát várjuk Önöket szeretettel. Egyeztetni kell, de 2021-re már nincs szabad szerda, sőt, hétfő és csütörtökökből is már fogyott, mert ezt én beszoktam vállalni a magán időmből, hogy szívesen jövök akkor is esetleg, de az idei év az full, de jövő januártól szeretettel várjuk Önöket, és hát érezzék jól magukat, itt nagyon sok olyan név van, meg arc van, akit már nagyon régről ismerek, ugye van a művésznő például, aki ugye engem nem ismer, de én nagyon jól ismerem, és imádom a hangját, szerintem a kapcsán versenyek köszönhetünk. És a többieket szerintem Laci fogja bemutatni, mert ő nagyobb értője ennek az egész dolognak. Egy elnézést szeretnék kérni mindannyiunk nevében. Arról volt szó, hogy a végén egy kis kocintás és rácsálunk valami fogácsát. Erre a maszkos helyzetre föl, ezt most nem mertük délután, egyeztettünk még Lacival, nem mertük most bevállalni, de ígérjük, hogy ezt be fogjuk pótolni, ha normális idők jönnek, és újra mondjuk nyár lesz és lehet, akkor összehozunk egy bulit, és mindenkit várunk szeretettel, jó? És akkor két kocintásra. És hát hallgassák szeretettel a könyvek bemutatását, Laci bujénjait, vicceit. Jöhetnek? Köszönöm szépen, remélem van önöknél oxigén palack, ugye én eléggé meg szívesen vennék egyet magamhoz itt, tehát borzasztó az időkért élünk, ez a járvány. Már mondtam egyszer, nem is tudom ahol, hogy Ady Endre szerényen azt mondta, valamikor az első világháború idején, két vagy 13 borozás közepette, de az első világháború az én bosszantásomra tört ki. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a járvány itt a könyvek meg a kultúra szerelmesnek a bosszantással tölt, és így már nem is tudom hányadszor. Úgyhogy egyet tudunk szerintem csinálni, hogy ha nem is farkas szemet nézünk, mert azért néha ugye hát félre kell néznünk, de azért
vállaljuk a helyzetet, és azon belül próbálunk lavírozni, könyvbemutató, maszk, stb. Betartjuk a szabályokat. Legszomorúbb, hogy nem lehet inni, ugyebár, de ígérem, hogy be fogjuk hozni. Na most ez nagyon érdekes könyvbemutató, ugye több szempontból is. Egyrészt, mert itt vagyunk, ez egy, akárhogy nézzük, ez egy történelmi helyiség, ugye? A könyvtár, meg az Írószövetség. Éppen 56, meg Petőfikor, hagyd ne menjek, hogy a sorsa hogy alakul, egy külön kérdés. A másik, hogy Evelin olyan szépen bemutatott minket, és én külön, nem tudom, itt van Evelin, nincs itt, én külön szeretném megköszönni, hogy befogad, és nem először, hanem sokadszorra minket. És nekem az a meggyőződésem, hogy ha a kultúra megy előre, akkor sokszor a könyvtárosok, a tanárok, úgy nem is tudom, a nagy mozgatók miatt megy előre. Van egy saját keletű megfogalmazásom, hogy a könyvtárosok, nem tudom, Evelin egyetértesz-e ezzel, hogy a könyvtárosok, sok helyen jártam könyvtárban bemutatókat tartani, vagy részt venni, hogy a könyvtárosok a kultúra apró szentjei. És én, és tapsoljuk meg szerintem az apró szenteket. Tudom, a pénzről nem is beszélek, szövetet zárójel, meg arról még végkértem, hogy jó magam is életem, talán egyik legboldogabb időszakában könyvtáros voltam, ez a verő könyvtárban. Meg ez a nyitott portrendszer, meg ahogy, ami itt van. Engedjétek meg, annyi ismerős arc van, bár már fél évig elkezdődött a bemutatkozás. Itt mindenki mindenkit szeret, azt hiszem, remélhetőleg. Mindenki mindenkinek a barátja, remélhetőleg. Én kiemelten még egyszer köszöntöm Rákati. Aki nem csak kitűnő és országosan ismert színésznő, hanem nagyon régi ismerősök vagyunk, együtt jártunk a színművészetire. Játszunk egy kvízjátékot, hogy egyikünk közülük operett musical szakos volt, a másik dramaturg, önök szerint melyik, úgyhogy majd az ajándékkönyvet kapott végén a nyertes, teljesen természetesen. És hadd mutassam be, lehet, hogy elsőnek kellett volna, magam sem tudom itten, Pozsgai Györgyit, aki szintén régi-régi barátja a kiadónak, sokadik könyvét adjuk ki, sokadik verses könyvét. Györgyi a szabadi fogalmazna, ugye szokták mondani, hogy van az újságíró költő, meg a tanárköltő, ő a tanárköltő, hiszen hivatásának fogva, úgyis nagyon sokat csinál, de nem csak költő, sokadik kötete, nem csak költő, hanem eszőíró is, és nagy műveltséggel, olaszos, heroikus, odatapadással, ez a pásztázza a magyar és egyetemes kultúrát, és ez a könyv, amiről szó lesz, Szűkülő terek szimfóniája, nagyon jó cím szerintem, ha megengedik, hogy itt egyértelműen, és hagyíts erre meg külön a borító tervezőjét, Rőcei Györgyöt szeretettel köszöntelek. Mester az utolsó sorban ugye, szokták mondani, hogy zene, színész, gyerek, stb. Zene nélkül szinte nincsen semmi, meg hát minden zene. Régi barátunk itt van Marcell, szeretettel. És hát egy valaki hiányzik, aki bemutatja a könyveket. Ugye hát ilyen aprósággal nem foglalkozunk, ugye kicsit nem adunk. Sokfajta bemutatón voltam, egyszer meg is írtam egy rövid kis félpercesbe, hogy könyvbemutató. A könyv nem érkezett meg, mert a nyomda nem készítette el. A közönségben nem jött el senki, mert a kiadó nem szervezte meg. A kiadóvezető nem volt ott, mert gyengélkedett, a tök részegen ott volt a szerző. Pont. Magyar könyvbemutató. Most ez egy kicsit hiátusos könyvbemutató, de nem sokára érkezik mindannyiunk barátja, Bakonyi Pista, irodalmi történész, aki székesfehérvári, több könyvét kiadtuk, és úgy alakult, hogy összefésülöttek az amúgy is kócos programok, mert neki a PIM-be most egy olyan, most saját maga által szerkesztett könyvnek, egyébként Tamás Menyhét könyvnek a ismertetésén kell ott lenni, ami hivatalosan 17 óra 50 perckor végződik, és azt mondta, hogy lóhalálában a PIM-ből, tehát ide jön, és akkor kiveszi a kezemből a, remélhetőleg a pálcát. Na most a másik könyv, amiről szó lesz, amit én írtam, Erkölcs és teljesítmény, Németh László és Béres József, most itt erről csupán csak ennyit, majd aztán később úgyis lesz róla szó. Egy bizonyos forgatókönyv szerint haladunk, így beszéltünk meg a részvevőkkel, hogy először jönne az én könyvem, másodszorra és főleg is a koronát föltéve a verses kötet. Bakonyi István beszél az én kötetemről, meg a Györgyi kötetéről is, de kezdjük az én kötetemmel, mondom, a vers azért mégis az a stratoszféra, és minden műből, illetve minden könyvből részleteket olvas föl Rákati, mivel az én könyvem ugyebár Németh László és Béres József eszékötet, kínálja magát, hogy mielőtt Bakonyi István megérkezik és néhány szót szól a könyvről, akkor megkérem a Katit, hogy egy rövid Németh Lászlóval foglalkozó, inkább egy összefoglaló munkásságot, hogy is mondjam, föltáró eszét olvasom föl, szögete zárójelben, én csak egyetlen mondat és elnézést, rögtön megvonom magamtól azt, de zene is lesz egyébként, hogy én 1970-es évek közepe óta foglalkozom Németh Lászlóval, sokat is írtam róla, és én megmondom őszintén, hogy olyan furcsa csönd van körülötte.
mert mégis a minőség forradalmára, mégis az értelmiség hivatása, meg sok minden más, meg étosz, még a tantervbe is kicsit háttérbe szorították, úgyhogy egyszer nem értem, de nem azért vagyunk a világon, hogy mindent megértsünk benne a világban. Viszont a zene az majd fölvilágos is sok szempontból, úgyhogy kérünk egy kis zenét, utána felolvasás, és Bakonyi Pista váltotóvakkal érkezik. Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek két év után. És valamilyen szinten, hogy ezt a két évvel ezelőtti, és ezt a mostani könyvbemutatót, hogy összekössem én is egy nagyon picit, ismét egy Barrios művel szeretném kezdeni a bemutatót. Múltkor is azzal kezdtem, a C-moll prelude című művével. Kaiser László, növésterv, minőség, vállalkozás. Így és Gyula írta valahol, hogy nemzeték társai közül kettőnél érezte a zsenialitás jelét. Szabó Lőrincnél és Németh Lászlónál. Mára a bizonyosság azok voltak. Vagy fogalmazzunk másként, a gazdag magyar ég volt akkora csillagai ők, hogy csak lenyűgözve figyelhetünk rájuk. Különösen Németh Lászlóra érdemes figyelni, s nem csupán tehetsége és írói nagysága miatt. E sorok írója,
aki a 70-es évek közepén Grezsa Ferenc előadásait hallgatta Szegeden, a Juhász Gyula tanárképző főiskolán Németh Lászlóról, sosem felejtheti el Grezsa mondását. Németh László életünk minden kérdésére választ ad. S ha igaz, már pedig igaz, akkor kérdőjelekkel teli korunk elé különösképpen magasodik Németh László. Magasodik, de nem nyomaszt. S akiket lenyűgözött, vagy lenyűgöz az élet és az életmű, tanúsíthatja, hogy mindez így van. Nyomasztotta és nyomasztja viszont támadóit, magyarsága, nagysága és igazsága. A magyar égbolt alatt élő nem kerülheti ki és el Németh Lászlót, ha állva akar maradni. Állva, vagyis értékőrzőben. Emlékezzünk és figyeljünk néhány gondolattal, amely az élet és életmű egységét mutatja föl. S emlékezzünk olyan mondatokkal és szavakkal az íróról, amelyek oly jellemzőek rá. Az én egész munkásságom egy mű, s az egyes munkák annak fejezetei, vallotta Németh László 1969-ben az Életműsorozat indulása alkalmával készült interjúban. Ez az egy műre utaló megállapítás az író élete és munkássága közötti egységre is utal. A saját életét alkotását élő Németh Lászlóra, de ugyanilyen mértékben a műfajok egységére is. A regényíró, a drámaíró, a tanulmányíró, az esszéíró és a novellista, és a költő esetében helytelen volna a műfaji hierarchia megfogalmazása. A műfajok összetartó kapcsa a minőség mellett a gondolkodó Németh László. Éppen Grezsa Ferenc szögezte le és bizonyította, a tanulmány az eszme nyílt és közvetlen megjelenése, a regény ugyanezen eszme emberben az író tipológiája szerint szentben, hősben vagy szörnyetekben való megtestesülése, a dráma az eszme elakadásának terepe. A megállapítás más műfajokra, novella, vers, napló is érvényes, az eszme egységet teremt. Ez az egység meglepően szilárd, ugyanakkor a művek születésének körülményei is egy irányba mutatnak. Az egyéni sors, a művészi sors és a kor forgószelei s viharai a II. Világháború előtt és után egyaránt nem voltak igazán kedvezőek az alkotás szempontjából. Mégis Németh László, főleg a tanulmányíró, elsősorban a kor kérdéseire próbált válaszolni, ennek áldozta átlagon felüli munkabírását, igazságérzetét. Közben üdvösségharcát sem adta föl. Soha nem tagadta meg magát. Élet győzelme, a félreismerések, támadások, befektetési törekvések, elhallgattatások, az író sokszor élethűen keserű hangja ellenére tökéletes. Az önjellemzés megint pontos. Ha munkásságom lényegét egyetlen kérdésben kéne összegeznem, az ez lehetne. Van-e értelme az adott nagy nehézségek közt az erkölcsi harcnak? Válasza minden esetben igen. Élet és életmű példázta ezt. Növésterv, kulcsszó. Az életműben s annak értelmezéséhez. Fontossága a minőséggel egyenrangú, tán több is. Hiszen a minőség a kívánatos, az igaz, az eszme, esetleg utópia, ez kerül szembe a valósággal, a ténylegessel. A növésterv minden.
benne rejlik mindig a valóság egyéni és társadalmi méretben, az emberi alkat, az esendőség, a hiba és a jóvátétel szándéka is, de legfőképpen törekvés, harc és mozgató erő a kívánatos kicsikarásában. Nem véletlenül használja Németh László a kicsikarás szót, hiszen állítja, mindenkiben megszólal a belső hang egyszer. Üdvösségügyed van, és az üdvösségharc nem kerülhető meg. Egy az életeddel. Persze Németh László azt is tudta, az alkat gyakran erősebb az elvnél. De így sem lát mást, mint hogy az életed a lehetőségekhez képest minőségi vállalkozásra kell bővíteni. Az írói terminológia szerint az élvezetvallás helyett a kötelességvallás az élet értelme. És ez az evilági igazi boldogság, nem pedig az anyagi javak hajszolása és a külső siker. Ugyanakkor az életreceptet adó gondolatok véletlenül sem sugallnak aszkétizmust, és nem a kivételes és rendkívül magas képességgel rendelkezőkhoz szólnak, mindenkihez. S ha már egység. Az is bizonyos, hogy Németh László minden munkáját átjárja a pedagógiai szándék, a pedagógiai érosz. De míg a tanulmányok, elméleti írások egyértelműen adják s kínálják az életreceptet, addig a szépirodalmi munkáknál némileg más a helyzet, hiszen éppen Németh László figyelmeztet, a mű nálam mindig csak érintő az élet görbéjéhez. Eredményei nem alkalmazható tanítások, csak figyelmeztetések. A szépirodalmi munkák a lelki nemesség rajzát adják, vagy veszélyre utalnak. A lelki nemesség esetleg eltorzulására, de mindenképpen a személyiség védelmére. Németh László hatalmas emberi és művészi vállalkozása mindenkinek érvényes példát állít, aki egyszeri életét megkísérli értékes cselekvések irányába mozdítani. Hogyan is mondta? Alkotó, nem alkotó emberre egyként érvényesen. Vállalkozáson én valami organikusan növőt értettem, nem egy célt, s a hozzászerkesztett üzenetet, ahogy az iparban. Hajlam, képesség, lehetőség hajlékony szövődését, még a beleszervített véletleneket is, úgy, hogy mindenben mégiscsak érvényesül valamiféle növésterv, törekvés, ami vállalkozássá teszi. Külön köszönöm Bakonyi Pista megérkezett váltotomakkal, fogadják szeretettel Székesfehérvár, Petőfi Múzeum, Jó Szövetség. Elnézést, kérlek szépen itt a helyed. Csupa rosszat mondtam róla, hogyha nem hallottam. Mi újság a Botásnak, mi újság a BIM-ben? Ott is sokan voltunk. Tamás Mennyért készült egy részben álltam szerkesztett tanulmánykötet, és hát ennek a bemutatója volt. Hát a Napkiadónak egész nap ott van most a program sorozata. És elnézést kérek, ott kicsit időpont változás történt, mert először 5 óráról szólt, 5 óra perctől volt 4 órák, és ráadásul a metrópótóbusz is úgy közlekedik, ahogy. Egy nagyon fontos kérdés, ott van bor? Nem, én kaptam, de nem. Szóval üveget kaptam. Ja, az más. De ilyen kicsi. Megtiltották, és azt hiszem, hogy joggal. Megtiltották? Igen, boldoljuk. Pistáról még annyit, hogy azon kívül, hogy barát és kitörődöm történész, ő is, hát inkább ő Németh László kutató is, meg könyvet itt Németh László, ezért is kértem meg. Felolvastuk a Németh László eszét, csak a néhány szót szóljál a kötetről, egy kis felolvasás, aztán jöjjtek. Én is felolvastam, amit elkövettem ellened, jó? A címben két alapfogalom. Németh László és Béres József életművének összekötő pontjai ezek.
miként nyugodt lélekkel állíthatjuk, Kaiser László számára is az olyan. Mármint alapfogalmak, hogy élni és alkotni érdemes. Szerzőnk, költő, író, könyvkiadó, dramaturg. Több műfajban megjelent számos kötet szerzője. Most két olyan személyiséget választott, akik ugyan gyökeresen különböző pályán futottak, ám igenis megvannak az érintkezési pontok közöttük. Az igazukért küzdöttek gyakran komor ellenszélben, és mindig közösségükért. Az üdvösség vagy éppen az irgalom jegyében. Nagyon találó a motto is a Németh László által annyira tisztelt Aditól. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások, ezerszer messiások a magyar messiások. Magyar sors ez mindhármuké. Különböző korszakokban bár, de hasonló jelekkel. Tehetségük nehezen tört utat magának, kaptak övön aluli támadásokat szép számmal. Nehéz elfogultság nélkül szólnunk róluk, és Kaiser László is jól tette, hogy kifejezte rokon szemét mindkét hősével kapcsolatban. Jó magam sem vagyok másképp. A kötet nagyobb részét kitevő, németről szóló írások okán sem. Én is foglalkoztam jó három évtizeddel ezelőtt a kevésbé ismert és elemzett utolsó kísérlettel, ezzel a nagyívű, bár félbe maradt jeles regényfolyammal, és most örömmel láttam, hogy ennek a kötetnek ez a fő tárgya. Pontosabban, szerzőnk előszót írt a különböző részek megjelenésekre a Kráter kiadó köteteihez, és ezek a tanulmányértékű esszék olvashatók ide együtt. A Grezsa Ferenc tanítványaként is ismert Kaiser jó érzékkel értékeli a nagy prózai teljesítményt. Véleménye megalapozott, írásai frappánsak és olvasmányosak. Az élet szinte minden kérdésére választ kereső Németh, az író és gondolkodó, a polihisztor arcképét festi tovább, a népszerűsítés legjobb eszközeivel. A növésterv, minőség, vállalkozás egyik igaz mondata magasodik, de nem nyomaszt. Mármint a nagy író életműve. És milyen kár, hogy ez az életmű is háttérbe szorul a legújabb időnkben, sugallja Kaiser László. Vagy egy másik találó mondat. A szépirodalmi munkák a lelkinemesség rajzát adják, vagy veszélyre utalnak, a lelkinemesség esetleges eltorzulására. De mindenképpen a személyiség életéért. Idézet vége. Tömör és világos beszéd. Az előszó előtt olvasható Németh László és Berzsenyi Dániel című írás azokat a hatásokat érinti, amelyek a címben szereplő költő előtthöz fűződő szellemi rokonságot és az esszéíró Németh vonzódásait mutatják. A hasonló növéstervet. Vagy a vívódó jobbítási szándékot. És ezek a tények igencsak fontosak az utolsó kísérlet szempontjából is, első kötetében az alsóvárosi búcsúban. Közben kapunk egy összefoglalót az írói pálya egészéről, igaz, a különböző írásokban vannak bizonyos önismétlések is, amelyek méltatják Németh László érdemeit. Ám az önismétlések mellett mindig volt az újdonság, a találó értékelés. A regényekhez írott valamennyi előszó arra is példa, hogy miképpen érdemes népszerűsíteni, a szélesebb olvasóközönséget megszólítva értekezni a művekről. A kevésbé ismertekről épp úgy, mint a betetőzés jelentő égető eszterről. Arra is figyelmeztet szerzőnk, hogy sokszor tékozlóan bánunk értékeinkkel. Például az utolsó kísérletféle írói vállalkozásokkal. Kaiser László jól látja, hogy itt a Némethnél megszokott regénymodelltől eltérő változattal van dolgunk, itt inkább a Balzacra emlékeztető enciklopédikus jelleg uralkodik. A főhős Jó Péter egy dunántúli református paraszgazda fiaként indul az életbe, és a meseősökre jellemző elszántsággal küzd apja ellenében is a gimnáziumba kerülésért közvetlenül az első világháború előtt. Idézet, egy kivételesen érzékeny, tudásra vágyó férfi a nagy magyar panoptikumban, melynek középpontjában a magyar középosztály áll. Idézet vége. Ezen viszonyok között keresi Péter az útját és lelki békéjét. Kiváló fejlődés és esszéregény ez a nagy mű, és föltárja a korabeli társadalom természetét is benne az író. Nem lehetne az sem, hogy Móricz Zsigmond oly sokra tartotta a regényfolyam egész részét, egyik részét, a másik mestert. Kaiser László pedig jól láttatja ennek a fordulópontnak a jelentőségét az életmű egészét tekintve. Az égető eszterrel kapcsolatban az élet és a munkásság egységét hangsúlyozza helyesen, és azt is, hogy az iszony folytatásaként is tekinthetünk erre a remek műre. Így lesz így egybegyűjtve egy újabb Németh mini portré a kötet nagy része, kiegészítvén az egyébként igen gazdag szakirodalmat. Mint olyan remek kiegészítés a Béres Józsefet megidéző három írás is. Annál is inkább, mivel itt meg a dráma műneme kerül előtérbe, mint egy ráfelelvén a Németh Lászlóról, a drámaíróról is szóló írásokra. Fazekas István ugyanis ráérzett arra, hogy Béres József sorsa szinte kiállt a színpadi feldolgozás iránt, és a Megvádolt című
írott változatban és a Béresféle új színházbeli előadásban meg is valósul az elképzelés. Ezzel együtt olvashatunk a kötetben Nem a magam hasznát kerestem címmel pályaképet a nagyszerű feltalálóról és a valóban az erkölcsöt és teljesítményt átélt és megvalósított más szempontból is drámai hősről. Igazi példaélet, igazi ideaember, hogy Németh László szép szavaival éljünk, nem véletlenül, hiszen a nagyíró álma és elvárása az olyan személyiség, mint Béres József, az értelmiségi hivatásnak klasszikusa, olvassuk. És akit Acél Györgyékkel szemben olyan szellemek támogattak, mint Nagy László, Radkó József, Déri Tibor, Csóri Sándor, Balczó András, Sánta Ferenc vagy Illyés Gyula. Kajzer László ezt aztán értő elemzést ad a fazekas féle drámáról, mint ahogy a színpadi feldolgozásról is. Az irodalomtörténetben és a dramaturgiában jártra szakember írásai ezek. Az új színházbeli előadás Kerény Imre rendezése értékelése kizárólag a szakmai megközelítés szép példája. Ez azért fontos hangsúlyoznunk, mert napjaink felbojdult közéletében ez a dicséretes magatartás nem oly természetes. A napi politikához kapcsolódó hisztéria gyakran akadálya az ilyesfajta hozzáállásnak. Kajzer példát mutat, őt valóban a konkrét előadás érdekli, és nem hajlandó beállni egy olyan sorba, amelynek résztvevői tele vannak előítéletekkel. Így tartja sokra fazekas drámáját, hasonlóképpen Kerényi rendezését. Előttünk tehát két nagyszerű magyar ember portréja, az író és a felfedezőjé. Köszönöm érte Kajzer Lászlónak! Még ne legyen zene, mert most a Béres úrnak egy rövidebb írás, akkor lenne a zene, és akkor összejön a szavalatok, úgyhogy megkérném a Katit, hogy egy... És akkor a velem folytatott beszélgetés önmagammal elmarad, és akkor mondjuk beszélgetek, György, jó? Jó. Nem a magam hasznát keresem. Kudarcok és győzelmek, hibák és erények, tévedések és igazságok, életutak tényei stációi. Sok emberről mondható el, hogy kivételes volt, kevésről, nagyon kevésről, hogy hibátlan, amennyire hibátlanok lehetünk. Béres József munkásságát ismerve, az az egyértelmű megállapítás fogalmazódik meg, példamutató nagy ember volt. Nem túlzás kijelenteni, hogy erőt és hitet adó tanulságra szolgál életének minden szakasza, tevékenységének minden állomása. Igazi példaélet, igazi idea ember, hogy Németh László szép szavaival éljünk, nem véletlenül, hiszen a nagy író álma és elvárása az olyan személyiség, mint Béres József, az értelmiségi hivatásának klasszikusa, aki alulról jön, s a legmagasabb szellemi régiókig jut el, aki minden embertársát szolgálni akarja, s aki, ha kell, dacolva a világ ellenállásával, nem enged üdvösségügyéből, a világ által netán későn elismert igazságából. 86 éves korában, 2006. március 26-án hunyt el Béres József, a legendás Béres csepp kikísérletezője, létrehozója. Pokoljárások után lett győztes ember. Világhír, elismerés, díjak, s főként emberek egészségének őrzője, sőt, emberek életének megmentője. Közszeretett és dicsőség övezte az immunrendszert erősítő és a daganatos betegségek gyógyítását elősegítő nyomelemeket, ásványi anyagokat tartalmazó készítmény a Béres csepp megalkotásáért és persze töretlen életútjáért, tisztességéért. Azt érezték benne emberek milliói, amit ő büszkén vállalt, a népszeretetet. Visszaemlékezésében rögzítette, hogy amikor az 1970-es évek második felében Acél György személyesen akarta rávenni, hogy hagyja el az országot, bátran és egyértelműen mondott nemet. Az én őseim itt értek, itt haltak meg, itt gürcöltek, itt fizettek adót. Nekem nem átjáróház ez az ország. Én szeretem ezt a népet, és nem hagyom el. Ezért is tiszta és hibátlan ember volt, meg ezernyi másért.
Ha nézzük életének állomásait és döntéseit, csak a legnagyobb elismeréssel tehetjük, a történelmi, politikai szorítások számbavételével különösen. A závonyi születésű szakkertészi végzettségű Béres Józsefet 1941-ben hívják be katonának, majd 43-tól frontszolgálat következik a Kárpátokon túli területeken. Komoly sebesüléssel tér haza a háború után, így is dolgozik, kertészeti munkát végez, 48-ban 28 évesen tesz érettségvizsgát. Családot alapít, gyermekei születnek, hosszú ideig laboratórium vezető egy mezőgazdasági intézményben. És 1965-ben 45 évesen szerez agrármérnöki diplomát. Tudományos munkatársként doktorál 3 évvel később. Az eddigiekből is látszik, hogy igen nehéz körülmények közepette ment a maga útján, későn végezve stúdiumokat, de töretlenül követve érdeklődését. Ez az érdeklődés vitte el az emberi immunrendszer vizsgálatáig, illetve ahhoz a kísérletekkel igazolt felismerésig, hogy összefüggés van a nyomelemek és a betegségek között. 1972-re nyert egyértelmű igazolást, hogy az általa felfedezett béres csepp szérum segít a rákbetegek gyógyulásában. Az emberek özönleni kezdtek Kisvárdai házához, és ő ingyen adta a szert. Segíteni akart, önzetlenül. Úgy érezte, ez a kötelessége. S a szakmai és politika reakciója erről így nyilatkozott. A kutatókat, orvosokat, politikusokat végképp nem érdekelték az eredményeim, és főleg nem százak, ezrek gyógyulásai. Hogy ez miért lehetett, nem tudom. Ilyen az ember? Hiszem, hogy nem. Nem voltam orvos, és vidéken éltem. Hogy jön ahhoz egy ismeretlen senki, gondolhatták ők, hogy felfedezzem valamit, hogy rájöjjön valamire, amire még Amerikában a legjobban felszerelt laboratóriumban sem jöttek rá. És megindult a retorzió. Bűnvádi eljárás indult ellene, följelentették sarlatánságért, elkobozták jegyzeteit, nem engedték hozzá a beteg embereket. Döbbenetes. A magyar értelmiség színe java állt ki aztán mellette, vagyis a gyógyulásra váró emberek mellett Kósa Ferenc filmmel, melyet hosszú időre betiltottak, Nagy László, Ijés Gyula, Ratkó József, Sánta Ferenc, Déri Tibor, Csóri Sándor, Balczó András és mások szóval és írással. Béres József nem adta föl, harcol a tengernyi ellenállással szemben. Hogy mindehhez mi adott erőt, szavai adnak választ. Nem a magam hasznát kerestem. Nem a magam érdekeit szolgálta a munkám. Eredményeimmel, embertársaimmal akartam segíteni. És győzött. 1976-ban megtörtént a készítmény szabadalmi bejelentése, majd 2 évvel később kereskedelmi forgalomba került a béres csepp egyelőre gyógyhatású készítményként. S a szer egyáltalán Béres József tudósi és emberi vállalkozása diadalmasan és nagy hatósugárban kezd jelen lenni az emberek életében és a magyar társadalomban egyaránt. A 80-as évek további kísérleteket és eredményeket hoznak. Nagy elismerés, hogy 1987-ben végre bemutatják Kósa Ferenc, 1976-ban és 1986-ban róla és tevékenységéről forgatott az Utolsó szó jogán című filmet. 1989-ben a rendszerváltoztatás előtt megalakul a nagyforgalmú és számos terméket értékesítő Béres részvénytársaság, majd a korábban megvalósult Béres Alapítvány a teljes életért néven karitatív célokat szolgáló alapítványt hoz létre.
2000-ben végre a béres cseppet a gyógyhatások készítmény titulus után hivatalosan is gyógyszerré nyilvánították. Mintha a határon kívül is jól ismer, egész vállalkozás az életnek üzenne. Igazság és működés, misszió és tisztesség, üzlet igenis összebékíthető. A szolgálat és piacgazdaság nem egymást kizáró fogalmak. És a későbbi díjak is ezt igazolják. Többek között a legrangosabb hazai tudományos elismerés a Széchenyi díj, a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztje, a Magyar Örökség díj. Béres József hibátlan ember. És itt nyilván nem elsősorban az emberi gyarlóságok világára kell gondolnunk. Hibátlan, másokat szolgálni kívánó mi voltában. A róla írott kötet a Csebben az élet című könyv szerzője, Béres Klára, aki egyébként az összvállalkozást máig működtető ifjabb Béres József felesége, a hitet és erőt adó nagy tudósról szólva a hitet hangsúlyozza. Azt a hitet, melynek lényege az a meggyőződés, hogy idézve a szerzőt, semmi nem reménytelen, semmi nem hiába való, hogy létezik a gondviselés és győz az igazság. Táncot szeretnék előadni Louis Couperin francia barokk zeneszerzőtől. Az úgynevezett érzelmes stílusban komponált a művét, eredetileg csembalóra, viszont én átírtam ezt a gitára. Thank you.
mielőtt egy Mari Pozsgai verset meghallgatnám, csak annyit, hogy én nem vagyok egy megveszekedett feminista, de el kell ismernem, hogy a, és megerősítésebb a pista, hogy hihetetlen gazdag a magyar költészet női költőkben, Kaffa Margittól, Pozsgai Györgyig, vagy Tóth Krisztinától, és sorolhatnák a neveket a végtelenségig, valahogy kevésbé kerültek be, úgy gondolom én, a női költők a közszorban, mint amennyire kéne. Szóval nagyon erős, rendkívül erős nevek vannak. És akkor az erős név közül akkor várunk egy adag Pozsgai verset. Igen. Pozsgai Györgyi, prológus. Lemondok az illatozó színes avarról. Félelmemben nem kiáltok, bátran lépek a sötétbe, nem ijedek meg a denevérek bársonyos érintésétől, nem viszolyogok. Bántó szavakból falakat építek, lelkem drótkerítését engedelmesen viselem. Nem torpanok meg a percek rohanó vonata előtt. Elfogadom a távoli tengerek csalódást küldő mormolását. A hullámok határtalan szabadsága sóvágáson vakul. Aki fürdik mosolyomban, a felhőket is látja. Nem kérdez, csak néz rám, nem firtatja, mi végre hunyt ki a nap. A félszeg mosoly miért akad fenn a fán, csak érzi, hogy egy ajtó bezárult. Valami visszafojtott fájdalom lebeg a végtelenben. Érték pusztulás. Mire hatol a felszín pusmogása? Fenyegető csend lepi be a szívedet. Az érzések oly remegőn lógnak a légben, hogy lepottyannak, senki sem nyúl utánuk. Mint túlér egy gyümölcs, hulladék minden lelkirezdülés. Naptalanul telnek az egymást követő percek, holdvilágtalan vagyok az éjben, nem szór fényt, csak az emlék. Szomjú, elapadt folyóként szomjazom a vágyat, hogy minden sikertelenséget újra megpróbáljak. Megszagassam megint szívemen az ingem, az égbolton keressem, ami itt len nincsen. Reménytelenségbe hiába fussak, lépteket számolva sehova se jussak. Küzdelmet áhítva erőre kapnék, régi hevességgel jeget olvasztanék. Csendes már a folyó. Fűszfa ágat ringat. Hulló avar lepi régi álmaimat. Egyhangú múlás. Belefáradt a nap a vég nélküli kánikulába. Egyhangú füllett, légkörben búsult a nyár, nincs kiruccanás a tájak csodájába. Lobog a tüzes levegő, kocsik türelmetlen tülkölését hallani a napi gondok közepette. Belerokkan a test a múló időbe. Elcsigázva mond le az erő újra teremtő játékáról. Vérvörös. Vér folyam a tájon. Levelek lepedőjét lebegteti a szél. Álom nélküli éjszakák jönnek, kísérteties hangok hozzák vissza a feledés, sejem fátlát.
Hová tűnt a mindent elsöprő szenvedély? A természet vörösébe bújva várok egy jelet, hát ha megszólít a hirtelen rám zuhanó ősz. Allegória. Lecsendesedett a folyó. Folytott marajában zordan szorongató tél rezonál. Szomjas fák övezik. Remegő vízén meglebbenő hattyú. Bánat. Tükre felett ringó emlékek csordogálnak. Lágyan eloszló álmán megvillan a hold. Mozgásba hozza a kétségbe esik. Pista, te következel. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a súlyos veretű, mély gondolatok jellegzetes beszéd, hogy megelőzzelek, hogy te hogy látod ezt a történetet. Ahogy ebben így látom, akkor megint felolvasok valamit. Kezdjük azzal, hogy ennek a verses kötetnek igen jó és találó a címe. Egyrészt igazán lírai és igazán elgondolkoztató, hiszen áttételesen érinti nem csak a fogyó, szűkülő teret, de az időt is. A szimfónia pedig szép magaslatokat ígér. És nem is kell csalódnunk. Nem, mert alapvetően azt kapjuk a versektől, amit a cím ígér. Posgai Györgyi érvényesen és hitelesen van az ember szorongásairól, a magányról, a percek rohanó vonatáról, az időről, vagy éppen a napot eltakaró felhőkről. Ahogy az ajánló szövegben ír, mélyülnek lelkedben a vermek, valamikor megvilágosodsz, a benned dúló indulatokat muszáj leírnod. Pedig hol vannak már a régi lázak, a bánat, a sértettség, az állandó búcsúzások, melyek útjaidat más irányba terelték. Igen, itt pontosan megfogalmazta a költő, hogy mi van újabb lirájának hátterében. Ezért is olvashatunk gyakran a hiányról, vagy éppen a békevágyról. Arról a békéről, ami Reményik Sándor szerint itt kezdődik ideben. A hagyományosnak nevezhető szépség jegyében születnek meg Posgai Györgyi versei kifinomult képi világgal, puritán eszközökkel. Akkor is, ha például az ünnepről szól, például így. Ünnep árnyéka vetül az égre, falusi reggelek rég volt illatát hordja a szél, a tél páráját felissza a szív, semmi sem mozdul. Elszomorodva lépek az új felvonásba. Az ünnep végén szívesből idéztem. Másút láthatjuk a szakralitás elemeit is. A szakralitásért, ami segít fölülmelkedni a földi világon, és ami távlatokat adhat az embernek. Az arhaikus Golgotában szinte azonosul a megfeszítettel, és benne van a feloldás esélye is. Másút a mennyei ének hiánya a szembetűnő, hiszen a hiány az egyik szervezőerő ebben a költészetben. Az ember hiány, a kapcsolat hiány, az erkölcs hiány, az érték hiány. Gyakran apró hétköznapi elemek segítségével itt-ott újszerű szókapcsolatokkal, például porcelán reggel, jutunk közelebb a versvilág lényegéhez. Így ábrázolja a szorongást, a reményvesztettséget is. Ezért meghatározó nála az ősz motívum, amit arra is gondolhatunk, hogy ez az évszak talán nem is az elmúlásról függhet össze, hanem sokkal inkább a természet pihenésével. Akkor is, ha ez az irodalomban és azon belül a lírában ősidők óta használják a szerzők a halottak napi párhuzamokat. Így lesz az elégikus hang közvetítőjével az ősz Posgai Györgyi név is. Szürke most a világ, elfogytak a színek, olvasuk a nővér emlékre írott évfordulóban. És bizony az őszkép meglehetősen komor, a fájdalom szépségét megragadó, az árva világ az egyik meghatározó érték. Itt még a táj is riadt. Aztán mégiscsak megjelenik a hajnali reménység. Ha még ide soroljuk a természet ábrázolás is, akkor megalapíthatjuk, hogy ebben a lírában felfedezhetjük a szellemi rokonságot a nyugatosok világával, annak impressionista vonásaival. És persze a hangulatok megragadását is ide sorolhatjuk. Abban is rokonok, hogy a közéletiségnek a nyomát sem látjuk a művekben. Az öröknek tartott értékeket annál inkább. A lélek mélységei, a belső utak a fontosak itt. És persze itt van a kérdés, várható-e tovább lépés a bezártságból, vagy lesz-e hangváltás a jövőben? Erre nincs biztos válasz, de vannak jelek, amelyek erre mutatnak. Többek között
így nyílik a tavasz, újra látom a végtelen térben úszó színeket. Ez az áradás köszönöm szívesből való. Más szempontból, de rendkívül fölemelő a kötet záró ciklusa, a férje anyjának emlékének áldozó kényszerkeringő. Arra is példa az itt közölt művek sokasága, hogy a fájdalmak kimondása szükségszerű, és ugyanakkor a feloldás vagy éppen az elengedés is szolgálja. Közülük is kiemelkedik a Lefelé, ahol hitelesen és megrázó erővel mondja a költőnk a léttől búcsúzó ember kálváriáját. Idézek előle, távol az otthontól, bizonytalanul omlik rá az események hálója. Nem érti pillangó létének szorongó összehúzódását. Elgyengült teste belesüpped a végtelenbe. Itt és másutt emlékezetes verspillanatokat kapunk az emlékezetvesztő időről, az élet fogyó gyertyájáról, a halálig vezető útról, majd a gyászról. Hiteles és szép ez a verses kötet. Igen, ez egy olyan, csak szónak, nem is tudom milyen értelmében, olyan oldudorra szónak, mert őszies kötet ez, de... Hát ősz van, nem? Ősz van, igen. Annyi költőt megidézett az ősz, meg a tavasz, meg a nyár, meg mindenek. Ugye, hogy mondta Adi, a ködgubás november. Igen. Most kedves gyönyörű, a ködgubás novemberben, én most kicsit beszélgetnék veled. Ez egy komor kötet, ugye, első olvasás, a sötét kötet, ugye? Egyben életes kötet is, mert nem kívülről, hanem belülről és megélt, hogy kicsit amennyi ránk tartozik persze. Meg azért szoktunk beszélgetni, de hát most így is beszélgessünk, hogy az elmúlt néhány év, ugye a találkozástól a tegnapi máig, szóval most hogy íveled önmagadat, meg a költészetet, meg fókuszában ennek a nagyon erős kötetnek. Az az igazság, hogy ugye amikor megszületik egy kötet gondolata, akkor mindig van egy olyan központi dolog, mintha lábakon állna egy kötet, és olyan központi gondolatsor indul el, ami aztán hozza magával a történetet is. És néha olyan cím, is, amit az ember nem is gondol. Igen, tehát az, hogy szűkülő terek szimfóniája, tehát a szűkülő tér, az valóban jól hallottuk, ugye, hogy az időnek a szűkülését is érzékelteti, és különösen az, hogy amikor az embert érik bizonyos impulzusok, akkor nem tud igazán elvonatkoztatni a saját személyes problémáitól, a saját személyes élményeitől, és ahogy ezt a könyvnek a hátsó borítói szövegében is írtam. Őszinte vallomás, hogy igen. Úgy éreztem, hogy vannak dolgok, amit akkor dolgozódnak fel igazán, hogyha az ember kimondja őket. Tehát ki kell mondani ahhoz, hogy érezzem azt, hogy gyógyuló félbe van a lélek. És legyen ez akár szakmai dolog, legyen ez akár olyan, ami mások, tehát emberek hozzátartozók elvesztése, de akár egy olyan szituáció is, ugye az egyik ciklus pontosan arról szól, mondjuk úgy, hogy az a ciklus, ahol a mostani helyzetünket mutatja be a kötet, tehát az, hogy be vagyunk szorítva, tehát amikor a körülményeknek a rabjai vagyunk, és kénytelenek vagyunk egy másfajta életet kialakítani magunk körül, hogyha nem akarjuk azt, hogy belesüppedjünk ebbe a szörnyűségbe, ami létezik. És hát ugye erre nincsen recept. Mindenki a maga módján kialakítja a saját szokásait, hogyan tudja megélni azt a helyzetet, hogy hát főleg a koronavírusnak ugye a harmadik ciklusa az, ami már igazán úgy érzem, hogy nagyon kemény volt számunkra is, és ugyanakkor pedig bizonyos tekintetben a művészet felé való nyitás az, ami megerősítette bennem azt, hogy valamikor vége lesz ennek. És többet tudunk
foglalkozni olyan dolgokkal, ami eddig hiányzott az életünkből. Számomra rengeteget jelentettek, azért is, mert ugye eszéíró is vagyok, tehát rengeteget jelentettek az utazások. Amiket ugye nem úgy él meg az ember, mint egy turista, hanem meglátsz valamit, és akkor valami eszedbe jut róla. És akkor leskicceled, és akkor utána, mikor hazajössz, akkor elkezd dolgozni. És valahogy így vagyok az eszéírással, hogy mindig valami apró dologból születnek meg azok az eszék, ami köré egy egész világcsoport tudok létrehozni. A költészetben pedig, hát ugye, én úgy gondolom, hogy az ember életében vannak mélyebb pontok, és vannak olyanok, amikor újra fölemelkedünk. De a hit, hogy fölemelkedünk, az mindig ott van. Bocsáss meg, említetted a sötét szót. Nekem is az volt az első benyomás, amikor elkezdtem olvasni a kötetet, hogy egy nagyon sötét, szomorú világ, néha talán még a kilátástalanság is ott volt, de aztán, hogy mentem előre a versekben, én inkább éreztem, hogy ez nem így van. Mert ahogy mondtam is, meg hát mások is mondták, hogy a kínok kimondása egyben a feloldási szolgálhatja, ugye így is idéztem pontatlanul most többek között. És ezt éreztem igazából, ezt a kibeszélés. Én megmondom őszintén, a pandémiára nem is gondoltam közben. Nyilván ez mindennek ott van a hátterében, de egyébként a pandémia alkalmas arra is, hogy elműlt alkotások jöjjenek létre. Tulajdonképpen nem itt, hogyha ez azt jelenti, hogy örülök annak, hogy itt van ez a rohadt negyedik hullám, bocsánat a durva kifejezésre, de az. Több időnk is volt, bizonyosan, és nekem több időm volt. Szóval azért mondom, hogy az összkép nem sötét egyáltalán. Az összképben ez a vigasztaló hang, ez a transzcendens felé törekvés, ez nagyon szépen ott van. Én azt szoktam mondani, nem biztos, hogy egyetértesz, hogy a kint megírni nem biztos, hogy jó, de nem megírni még rosszabb. Úgyhogy ez számomra egy jó visszajelzés, hogy nem a pandémia jutott ez az embernek, hanem egy kicsikét felül tudtam emelkedni talán ezen az egész problémán, ami a kifejezés módban ugye ott van, nyilván én magam is érzem, de talán egy fokkal följebb tudtam lépni. Mi a pandémiát úgy szoktam fogalmazni, az úgyis fogadom, hogy sors metafora, nem? Hogyha nagyon elegáns akarok lenni. Te már kezdem szerelmes tenni a pandémiát. Lassan, igen, egyre jobban, igen. És sajnos viszonzott szerelemmel jön felé, ugye a pandémia. Még két rövid kérdés, egy megállt. Az eszédet én azért szerettem, mert azon túl, hogy nagy kulturális barangolás, tehát egy jó eszé az valójában befélig meddig költészet, nem? Hiszen pont metafora, hasonlat, meg az egész személyessége. Egy személyes kérdés, ha már személyesség, hogy most korengedménnyel nyugdíjba mentél, ugye? Én nem korengedménnyel. Ja, Istenem! Szóval nem baj, a be, szóval korengedménnyel, nagy, külön minisztérium engedéllyel, korengedéllyel nyugdíjba mehetél, mint tanár. Ez érdek, hogy érted meg ezt a nagy váltást? Mármennyire váltás, hogy biztos, nem tudom. Szóval, mert az mindenképpen... Nagy váltás volt. Nem is a... De az az igazság, hogy ugye, amikor az ember... Na, eljött az az idő, hogy nyugdíj. Mindent be akar pótolni, amit addig nem tudott csinálni. És ez valóban ment is egy darabig, és csodálatos élményeim vannak, és bizony sokáig azokból táplálkoztam. Aztán hát ugye az ember életében jönnek olyan törések, ami megváltozik. Tehát ez nem lehet letagadni, hogy olyan helyzet, amikor összetörik egy álomkép, és utána megváltozik. Tehát annyira megváltozik valakinek az élete, hogy ez nehézzé teszi. Úgyhogy... Aztán ugye most már kezdek lassan épülni, én úgy gondolom, hogy ez az egész, ami megtörtént velünk, ez egy ránk mért sors volt, és mindenből lehet tanulni, és ebből is,
és ugye, hogy Németh Lászlóhoz kapcsolódjak egy kicsit, hogy az ember önmagában fedez fel olyan dolgokat, amiket eddig nem tudott magáról. És néha úgy érzi az ember, hogy lelki fordulása van, néha úgy érzi az ember, hogy a sors igazságtalan vele. És ugye, amikor ezeket leírja, aki ezt átéli, mint hogyha föl is szabadult volna. És ez az írás, ez egy nagyon fontos dolog, aki ugye szeret írni, hogy ha ki tudja írni magából azt, ami számára keserűség, vagy az ő környezete számára keserűség. Vagy éppen nem keserűség, de valamiért meg kell örökni, hogy ki tudja. Elkezdi írni, ami önmagát azt mondja. Más akarsz írni, az én mennyire más lesz. Nehéz ügy. Egy Marék vers. Egy nagy Marék vers. A személyi beszélgetés, egy zene, és aztán nem iszunk. Bozsgai Györgyi, lopott pillanatok. Amikor elcsigázva állsz buszra várva, napi teendőid, szajkózod magadban, nem bírod elképzelni a létet, szabad ég alatt mosolyogva, nagy levegőt véve szárnyalni határtalan távlatokba. Csak mondod szünet nélkül minden gondod, kicsinyessé váló apróságok tolulnak eléd. Csak pillanatok jutnak, álomfoszlányok az éjszakában, melyek még sóvárgó szemedbe könnyet csalnak, lopva belenézel a táj bezárkózó időtlenjébe. Időlét. Előtt időbe rejtezünk, fotók között röppenünk át a most időm. Feledni volna jó, hogy láthatatlan vész húzódik fölöttünk. Félelem furakodik közénk. Megtorpanunk, levegőt is szorongva veszünk, tavasz illatért kapkodunk, égre emeljük szemünk, szokásokat teremtünk, a szabadságra már csak gondolunk. Tudatosan tesszük, amit teszünk, reflexeink ösztöngépezetébe forgácsolódunk, takarjuk az arcunk, a kezünk, után időben visszatére önfeledten öntudatlan életünk. Esős reggel, ónix reggel terül a városra, eső áztatta parkokban didergő madarak daltalanul kuporognak. Az utakon bágyat sötétség lebeg, odaben hiába fény, füstös emlékek takarják a lámpák aranyát. Szememben távoli láng, majd elhal a lobogás. Múltnak kútjából gyermekkori bánat hullámzik elő. Előttem már a mérlegidő. Múlóban. Úgy múlik az életünk, mint langyos lehelet, vagy miként lágy homokszemek omlanak tétova ujjaink között az imádott tengerparton. Dallamok rezignációja kíséri vágyainkat, könnyezik a táj minden múló perc után, szívünk elhaló dobbanásait visszaverik az ősz emlékképei. Arcunkról a varázs eltűnik az éjben. A hold remény párába burkolja földi létünk maradékát. Kényszerek világa. Mit üzennek a kényszerek nappalokon, éjszakákon át? Mikor értem meg a felhőbe fúlt logikát? Meddig feszülnek az idegek, hogy képes
a lélek eltűrni a pusztuló sejtek végtelen áramát. Ismétlődő gesztusok, semmiben nyúló mozdulatok. Tai Chi szűkített térben. A test jelbeszéde merő görcsös lázadás. A tárgyak úgy kényszerülnek a remegő kézbe, mint őszi levelek a fáradt földbe. Búcsúzás fiamtól. Mikor vasárnap este fogod a holmid, és hazafelé készülsz, összeszorul a gyomrom, mert kilépsz az ajtón, és már az otthonunk légkörében lebegsz. Én itt maradok bezárva, egy másik világba. Gyerekkoromban a rokonok hasonlóan mentek el vasárnap az alkonyattal, s magam anyagyászában kis pillangóként röpködni próbáltam a beburkolózó réteken, de szállni nem volt otthon. Szemedből ugyanaz a visszafojtott bánat felhődzik rám, mint rokonaim tekintetéből, anyám utolsó nyarán. Átváltozás. Arcod a régi, messze már. Csak emlékképek idézik mosolyod. Nagy kerek szemeid belevesztek a félelem sötétjébe. Mintha mindig csodálkoztál volna. Nagyra nyíltak, s repültek, mint madár a hunyorgó csillagok között. Tekinteted most éjszakákat idéz riadtan, vibráló lámpás a fák között. Erőd elveszett a szenvedés tüzén, akaratod megtört. Feladtad. Életed tengervégtelen várakozás. Lélek. Berüppent a szobába egy tarka pillangó, megtelt lélekkel az űr. Mintha benéztél volna még utoljára hozzánk, útban a végtelen felé. Köszönjük szépen! Olvasd föl, légy szívesen, nem lehet kihagyni, hogy itt a szerző is nem olvasd föl. Hallucináció. Még most is hallom idegen városok távoli moraját, a képzelet ringatja emlékeimet. Bábeli jelzavarba a szabadság és ámulat hangjai vegyülnek. Tekintélyes harangok települnek az égbe. Zene érzékeny pillangói szárnyalnak, elúszó etűdök emelnek, belesimulnak a végtelenbe. Dübörgő utak. Valahol vidáman kacarásznak, lázongó fények titkos mélységbe süllyednek. A kényszerű csendben régi hangok nyújtanak menedéket. Odessa tengerpartján bubarihai énekel, Jaroszlavna sóvárgó sírása. Eisenachban Bach zenét áraszt a templom, s a türingiai erdők zúgása mély álomba ringat. A néva testén zajló jég ridegen koccan egy csónak oldalán. Szívem összerezze, öreg nénék monoton imái hullámoznak bennem. Hallom a kijevi nagy harangot, mély zúgás a tenger, emlékbe zuhan minden furcsa percen. A fenkölt hangulat után táncra perdülök az aténi plákán,
s Rómába hajt az emlék. Egy gitáros rác spanyol dallamokat játszik a Piazza Navonán. Firenzéből a hídról olasz slágerek szállnak, mintha a Ponte Vecchio üzenne a mának, hogy engedjek magamhoz egy kis vágyat. Párizsból egy harmonika kísér remegtető bánat. Kajró útjaim várom a csendet, de éjjel-nappal dübörög a város, a száguldás soha meg nem állott. A Jordán sivatagban körtáncot járok a Tejút utcájában, és bennem dobog a ritmus, zeng a fényteli dallam a keserű mában. Londonból a Big Ben üzen az időt kísérve, Bécsben keringő hívlebbenésre, Salzburgban megrendít Mozart requiemje. Sorolhatnám tovább a megkedvelt helyeket. Szavaim sodrában sugárzó szeretet, belém ivódtak az örök lángú csodák. Formáltak, neveltek éveken át, s most vágyom vissza kultúrbölcsőimbe, hisz mindenben, mindben kikelt egy-egy szálvirág. Betelni nem lehet az öröklött széppel. Babics kérdésére nincs felelet, így sem. A világ felépül, összedül újra meg újra, de lelkünkben megpendül a harmónia húrja. Nem kell magyarázni, de gondolta fel, de sokfajta utazás van ebben a versben. Ha még van kedvük és bírják 5 percük, menet közben jutott eszembe, hogy itt egy most hogy visszajöve a főnöki tekintélyemmel egy körkérdést intézek mindenkiért, nem önök köz, mert akkor éjfélig itt maradnánk, hanem az itt ülők köz, hogy Marcel, veled kezdem, te hogy vagy itt a pandémia, munka, jövő? Hogy légy, gyónyál, őszintén itt. Őszintén, én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert én nagyon neki mondom. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert én nagyon sokat tudtam most elutazni. Még tavaly nyertem egy nemzetközi gitárversenyt, és annak keretén belül bekerültem egy programba, és tényleg nagyon sokat utazom az utóbbi időben. Merre szóval, felé, bocsánat? Voltam Spanyolországban, voltam most legutóbb Hollandiába, Párizsba megyek egy 2 hét múlva, szóval én szerencsés vagyok pandémiával. Így oltással és maszkkal szerencsére pozitívan élem meg. Még élelmedett korodat tekintve nyilván nagyon kell vigyázni, de? Igen. Tudom, igaz is volt. Szóval az első hullám, az a teljes bezártság, az nyilván. És az is, bocsánat, a zenei világ. Nemrég voltam egy ilyen összejövetni, és azt mondták, hogy a könnyűzenészek 30%-a tönkre ment. Kevés, még az emberek, mondjuk ugye megint kezdődik a bezárás, de amíg így nyitottabb volt minden, még akkor is ugye nagyon kevesen jönnek még. Oda-vissza, igen. Így, szóval nehéz természetesen, de hát... Köszönöm. Pista, te hogy Székesfehérváron, munka, járvány? Minden tökéletes. Kis bővebben? Nem, minden tökéletlen, nem? Az a szomorú számomra, hogy tavaly tavasszal arra gondoltam, hogy néhány hónap aztán kész. De most akkor hosszú évtizedekre beledeszkedni, hogy állandóan nyakunkba zúdítanak járványokat, azért ez elég elszomorító. És azt úgy látom, hogy ez így fog történni, és akkor már nem hiszek a denevérben. Viszont a mérlegidő, ahogy te mondtad, ez egy jó szép metafora. Na, téged a végére hagynak, te meg az főszerep. Kati, te utána. Sorozat most van, úgy tudom, munka van, vagy... Hát a sorozat az van, ugye a keresztanyúba belekerültem, bár az nem annyira művészet. Hozzáteszem, hogy számomra igen kellemes meglepetés, hogy kifejezetten remek forgatókönyveket kapok, ami szerintem nagyon jó dolog. Csodálom a kollégáimat, hogy nagyon jó színészek vannak körülöttem, tehát ez a része nagyon jó. A Covid időszaka én rám nem hatott ennyire felpesdítően, igazából engem lenyomott lelkileg, alkotáshoz szó sem volt, tehát én még csak olvasni sem tudtam, tehát egyszerűen teljesen elment a kedvem. Viszont kitaláltam egy olyan színházi formátumot és produkciót, ami szerintem zseniális,
Szívesen várom önöket is, benneteket is. Úgy hívják, hogy, hát fölállok, mert nem látok senkit, bocsánat. Úgy hívják, hogy hangszínház, aminek az a lényege, hogy nincs díszlet, nincs jelmez, viszont van zseniális szövegkönyvünk, tehát történet, csodálatos művészeim, akik különböző hangeffektekre és zenei aláfestésekre történelmi korszakokat jelenítünk meg. Van előadásunk az 1700-as évek elejéből, van előadásunk, most mutattunk be például egy 56-os darabot a Borbé Lacinak a könyvéből. Én nagyon szeretnék jövőre Lacinak egy opera librettóját ott bemutatni, és hát bár ebből nem gazdagszunk meg, mert ez egy alulról jövő kezdeményezés, de nagyon sok örömet, boldogságot ad nekünk is, a kollégáimnak is, és én úgy látom, hogy a közönségnek is. Úgyhogy ennyit hozott nekünk a pandémia, hogy a szükség, hogy nincs díszletjelmez, nem tudom én mi, hozott egy nagyon különleges dolgot. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez, ha már végre egyszer vége lesz, kérem a Tatust, hogy legyen vége, akkor ez egy külön érdekes dolog. De még azt szerettem volna csak mondani, mikor Laci odaadta nekem ezeket a részleteket, hogy olvassam föl, és annyira szíven ütött, és olyan jó érzés volt olvasni a Németh Lászlóról a soraidat, hogy valahol visszaigazolja nekem is, hogy igen, hogy van értelme, hogy amikor az ember csak egy-egy pici dolgon is csiszol, és akarja, és maximalista, és a legszebb formátumot akarja, hogy van értelme, hogy igen, hogy az életünk, hogy nemesnek kell lenni. Szóval ez nekem nagyon sok hitet, erőt és örömet adott, úgyhogy pandémia ide vagy oda, írjál ilyeneket, és akkor már meg ilyenek versek is kellenek hozzá. Györgyi, és te hogy látod, mert kicsikét már beszéltünk közben, a jövőt illetve, meg új munkák, új versek. Azt nem mondom, hogy új utazások, mert most kitűnj a pandémia, egyszer belső utazások. Az igazság, hogy amíg ugye ez a bezártság volt, és hát ugye nyáron egy kicsikét enyhült a dolog, azért mégiscsak mondhatjuk úgy, hogy levegőt lehetett venni. Egy-egy napra elmentünk ide-oda, pihentünk, és ősz elején ugye kirándultunk is, tehát a hegyekbe is elmentünk, vízparton is voltunk. Ott aludni sehol sem mentünk, úgyhogy szállást kelljen foglalni, azért óvatosak voltunk. Én az az igazság, hogy úgy használtam fel ezt az időszakot, hogy mindig kevesebb időm volt olvasni, most sokkal többet olvastam, és ráadásul szakirodalmat, tehát most nagyon érdekelnek a különböző koroknak a stílusai. Valószínű, hogy majd egy olyan esszé kötetet tervezek, ahol a reneszánsz megjelenik. Úgy írtam én már ilyen témájú dolgokat, de egy kicsit más szemszögből világítom meg, és ezek a fő terveim, és nagyon érdekes az, hogy én nekem mindig az egyik veszőparipám volt a szecesszió, és valamikor én még, amikor tanítottam, kollégáim tudják, akik itt vannak, hogy kirándulást is szerveztem ilyet a gyerekeknek, ahol a belvárosnak a szecessziós építészetét mutattam be, és ez egy érdekes dolog, hogy a szakmai kötelezettség mellett egyre jobban megkedveltem, olyannyira, hogy legalább 4-4,5 ezer fotót készítettem csak Budapesten a szecessziós építészetről, és egyre többet olvasok róla, és hát valószínű, hogy majd ez is bele fog kerülni majd az eszékötetbe. Tehát ilyen terveim vannak természetesen. Bocsi, bele kotyogtam, de fotózáshoz volt segítőtársad, nem? Hát a fiam természetesen, igen. Rengeteget. Úgy, ott is volt egyébként ezen a kiránduláson, úgyhogy természetesen, úgyhogy meg szoktuk beszélni a fotóinkat, úgyhogy ő maga is szeret. Mindig küldi nekem, ha nincs otthon, akkor is mindig ott vannak a fotók. Sőt, a szerző fotóját ő készítette, igen. Ugye megöttesítem, hogy igen, úgyhogy így telik. Tehát végül is
van egy olyan kulcsszó, ami talán amikor a verses kötetem összeállt, a belegyógulás, hogy hát ez van, nem tudom mit tenni. Valahogy kell tudni létezni ebben az életformában is, és hát bízunk benne, hogy azért előbb-utóbb eljutunk oda, hogy lecsökken egy kicsikét. Hát kellene nagyobb az átoltottság, az azért fontos. És létezni is, de még néha talán előnyt is találni benne. Esetleg, hát igen, mert ugye ez a kényszer, hogy az ember ugye otthon marad, vagy kevésbé, ugye most megint jobban félek a közlekedési eszközöktől is, jó, föl kell venni ugye a maszkot, meg minden, de ha nem muszáj, az ember nem nagyon megy. Inkább ott a környéken, ahol lakom, ott kimegyek, sétálok egyet, és akkor valószínűleg sokkal többet tudtam írni, olvasni, meg filmeket nézni, ajánlom, például mások is, szóval próbálok valahogy itt lavírozni. Megoldjuk, meg hát vigyázunk egymásra, ugye a környezetünkben azért amennyire lehet. Kedves barátaink, lassan az estünk végére, a könyvek kedvezményes áron megvásárolhatók, természetesen ugye, és tudom, és mielőtt a zeneföld nem fel marcsa róla, mert kizárt megfelelt, imádom, amit csinálsz, hanem hagyd kérdezze meg, ez olyan szokásos, tehát szoktam, hogy journalisztikai fordulat, de kedves közönség, és örülök, hogy ennyien összejöttek ide, járvány oda. Ha bárkinek bármilyen kérdés lenne Fosgay Györgyihez, Rák Katihoz, Pistához, Marcelhoz, esetleg hozzám, vagy bármi esetleg, vagy mégis azért vagyunk a Földön, hogy olvasunk, meg beszélgessünk, meg nem tudom, hangszínházba járjunk, meg sok minden más. Úgyhogy ha esetleg van, akkor örömmel vesszük, hogy ha meg nincs... Szűkebb körben. Ha nincs, akkor a zene is, örök, hogy együtt voltunk. És vagyunk. Ezekhez kapcsolódóan szeretném ezt a művet eljátszani. Ugye a kötet első ciklusának a címe az Felhő románcok, és ez pedig egy nagyon híres románc lesz, spanyol románc. Thank you.
egyik mindannyiunk nevében szeretném Györgyi megköszönni. Mindannyiunk nevében szeretném. Csók elmarad járványban befogadjuk. Már annyit beszéltünk a borról, akkor szomorú szívvel átültem, jó? Köszönöm. Sok kell, meg járvány, jutok, mert volt, hogy köszönöm már. Ha gondolják, mi maradjunk együtt, vannak könyvek, és mindenkinek a lehető a legjobbak. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak az művészetet együtt, az utolt az eszembe, hogy régi volt, szia, Szanyi, nagyon kellemes volt. Ja, visszavettem a maszkomat, csak annyira kellemes volt az egész, örülök, hogy összejött. Igen, igen, meglepően, amíg fértünk el. Tudod, milyen napok vannak. Igen, igen. Igen, igen. De ott veletek lakik még vagy? Én azt hittem, hogy már, hát gondoltam. Hát, majd igen. Na, ti utazunk még? Hát nem, utazunk még. Hello. Ez fantasztikus. Jól vagy? Jól vagy? Ó, és tizen... Hát de gyertek az érestemre. Hát jövünk feltétlenül. December második. Igen? Fölírom. Jó. Hát Györgyinek már... adod a merő. Jó. Még jó. Van egy hónap. Aha. Új összetételbe az angol szakra. Jó, hát még... Jó, de most ezt ünnepelem. Van, ez a Jeszenyi is, jó. De most majd ne vele megbeszél. Most ez a lényeg a ma. Györgyikám, sok boldog születésnapot kívánok. Györgyikének odaadtuk egy kis szerény ajándékot az egész család részére. Aha. Mindenki talál benne magának kedves dolgot. Jaj, különösek vagytok. Minden oké. Hát bicegve járok, de úgy megvagyok. Egy 10 galván és mágnes kezelést kaptam, és hagyjógy tornát, ezt tovább folytatom, mert itt megfásztam. Ajaj. Itt és én. Ajaj. Medence csontom. És emiatt nem tudok még rendesen járni. Szegény. Vezetni tudok, járni nem olyan. Nem az a vízélandó. De sokat javultam. Hát vagy ilyen nagy apám, az hülyeségben azt mondom. Talpon vagyok, és én itt van, mert most vagyok, hogy megcsinálom. És ez nem tudtam. Hát egy kicsit a gondolkodnak a felkel. No, de hát. Az asztalos, hogy mindig bemegyünk, mindig azt mondjuk, hogy a másik héten megcsinálom. Nem tudok jobbat, mert eddig is ha megcsinálja, akkor jó. Temetőben tudod.
említetted, sajnos azt nem jutott el. De velünk jártak már ezen az osztályban? De hogy mondtam már a lányoknak, én neked is elmondom, hogy a Gábornak a születésnapjára a Juditék meghívtak minket étterembe, libanoni étterembe. Kérlek szépen a Intercontinental szállónak ezt a valóságot. Igen, tudom, ismerem. Már láttam, hogy van olyan ott, tehát jártam ott. Igen, az a neve. Igen, csak valami cédrus, vagy nem tudom, hogy hol van a bejárata. Tehát látom ott olyan... Onnan kell bemenni. A Dunaparton van bejárat. Uh-huh. Úgyhogy mi legalábbis ott mentünk be, és nagyon-nagyon nagyon meg voltunk elégedve, nagyon finom kaják vannak, mezze, és mindenféléket lehet választani, és maga a felszolgálásra kezdve minden maximálisan meg voltunk elégedve. Jó, hogy szombaton délbe mentünk, délje, és összesen két asztalnál ültek, mi ültünk ilyen, és egy másik asztalnál hárman. Úgy látszik, hogy annyira még most nem, talán nem is ismerik, meg nem mindenki rajong érte, mert nem tömegeket, nem is ismerik, nem tudják. Szervusz, minden jót, köszönjük szépen, szervusz. De nagyon, nagyon finomak voltak a kaják. Föl kell írni, 21-én lesz, a Batthyány téri csarnok mellett van valami Jókai Anna a kermi. Ott lesz 21-én délután 3 órakor. Nekem nincs papírom. Vasárnap, nekem van.